Hevesi Sándor születésének 148. évfordulójára emlékeztek tegnap délután. A Polyisztor nevét viselő kanizsai intézmények képviselői megkoszorúzták a rendező, színházigazgató főutcai emléktábláját. Minden évben május 3-án és 4-én rendezi meg a HSMK és a Hevesi Sándor általános iskola a Hevesi emléknapokat. A pandémia miatt a kulturális programok helyett idén Balog László polgármester és az intézmények vezetői a Bazár udvaron elhelyezett emléktábla koszorúzásával és rövid beszédekkel fejezték ki tiszteletüket. A HSMK által szervezett ünnepségsorozat még a 70-es években kezdődött. Kiállítással, megemlékező beszédekkel, előadásokkal, valamint este színházi előadást is szoktunk tervezni. És ugye van ez a vers és prózaíró pályázat. Már csináltunk Hevesi Sándor életéről vetélkedő sorozatot is. Hát mindig próbálunk egy kicsit újítani ezzel kapcsolatosan. 1982-ben kezdte meg a működését a Hevesi iskola. Hevesi Sándor nevét 10 évvel később, 1992-ben vette fel. Szabó Erzsébet igazgató elmondta, a mostani nehéz idők ellenére is megemlékeznek a névadójukról. A Hevesi Sándornak az életéről nyilván, mivel hevesisek vagyunk, osztályfőnöki órákon, egyéb órákon is megemlékezünk, illetve van állandó kiállítás a Hevesi Sándor általános iskolának az aulájában, a folyosóján pontosítok, ahol egy képanyag, illetve egy leírás bemutatja folyamatosan az ő életét, az ő életútját. Tehát ezt folyamatosan a gyerekek látják, olvasgatják, illetve kapnak magyar órán ezzel kapcsolatos feladatokat is. A Bazár udvar épülete egyébként Hevesi Sándor házként is ismert, mert itt töltötte gyerekkorát az író.